Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezetőházas párja. Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH szervezői tevékenysége előtt vállalkozóként kereskedelemmel foglalkoztam. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Kondorfán élünk a családunkkal. Nős vagyok, 6 gyermekünk van, 4 unokánk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert egy előadásban hallottam az Aranykor Szedlacsik Miklóstól a... Nincs rádió. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert 2017-ben Szedlacsik Miklóstól az interneten találtam egy előadást, aminek az volt a címe Magyarok szerepe az aranykorban. És tehát nekem nagyon, vagy korábban már a párommal arról beszéltünk, hogy szeretnénk egy közösséget létrehozni, egy közösségben élni, és amit Szedlacsik Miklóstól hallottam ebben az előadásban, azt úgy éreztem, hogy az közel áll hozzám. Meg hallottam már az aranykorról, és úgy éreztem, hogy nekem abban részt kell vállalnom. És így egyből be is iratkoztunk a Nyílt Akadémiára. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben sokkal jobban tudok bánni magammal. Tehát felismertem azokat a dolgokat, és hát először is megtanultam, hogy hogyan működik az élet, milyen energiákkal rendelkezünk, milyen hiányaink vannak, azokat hogy tudjuk pótolni, vagy hogy tudunk változtatni rajta, ezáltal hogy tud változni az életünk. Felismertem azt, hogy melankólikusként mennyire, tehát hogy a problémáimat az életemben mindig az okozta, hogy megsértődtem emberekre, és ezeket már aránylag jól tudom kezelni, és tapasztalom, hogy ezáltal mennyit változott az életem. Megtanultam sokkal jobban bánni a párommal, nem voltak olyan nagy problémáink, de voltak, amiket nem olyan jól tudtunk megoldani, de a tanultak által nagyon sokat javult a kapcsolatunk. Megtanultam bánni szüleimmel, volt olyan időszak, amikor már több mint 2,5 évig nem beszéltünk, és az itt tanultak által megértettem azt, hogy ezek miért történtek az életemben. Megértettem, hogy a szüleim és én is miért viselkedtem úgy, ahogy viselkedtem. Ezáltal nagyon sokkal jobb lett a szüleimmel a kapcsolat. Mielőtt nem jártunk még a Nyílt Akadémiánál, a gyerekeinket is úgy neveltük azok szerint a szokások alapján, amiket a szüleinktől, vagy programok alapján, amit a szüleinktől tanultunk. És itt a Nyílt Akadémián fel kellett ismerni azt, hogy nagyon sok mindent nem jól csináltunk. És tehát változtattunk ezeken a tulajdonságainkon is, és elértük azt, hogy a 6 gyermekünkből
öten már itt tanulnak az akadémiánál. Ez számunkra nagyon jó érzés, mert annak ellenére, hogy először ők nem támogatták, vagyis nem az, hogy nem támogatták, hanem ellenálltak ezeknek a tanításoknak, amiket mi itt tanultunk, és szép lassan a tanultak alapján, vagy látták, hogy hogy változott az életünk, és ezáltal ők is hogy változtak. Akkor, és a tanultak alapján, és a saját magam változásai alapján sokkal jobban tudok bánni más emberekkel. És miután megtanultuk, hogy hogy működik maga az ember és az élet, tehát amik régebben csak sugallatokként éreztem, vagyis nem volt biztos tudásom bele, csak néha voltak ilyen bevillanások, azok által megtanultam, vagy hát sokat tanultam arról, hogy hogyan tudom felvenni a kapcsolatomat a Teremtővel, és hogy tudnak ők segíteni abban, hogy boldogabb életet élhessek. És tehát ezek által sokkal könnyebben tudom élni az életemet. Úgy érzem, hogy régen, mikor tele volt a batyunk, tehát az sok nehézséget és problémát okozott, tehát most sokkal könnyebben haladunk, és a megszerzett tudás és tapasztalat által tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik csatlakoztak hozzánk. És nagyon érdekes számomra az, hogy tehát hiszek a Teremtőben, a Jóistenben, és tudom, hogy a hitem által elő tudom hozni azokat a képességeket, amelyekkel boldogabb életet tudok élni, és ebben tudok segíteni más embereknek. És ezt kívánom mindenkinek, hogy ők is tanulják meg ezeket a dolgokat, és könnyebbítsenek az életükön, és itt a Nyílt Akadémiánál ezt mind megkaphatják. Én a PPH előtt mérleképes könyvelőként dolgoztam, egy könyvelőirodám volt. Aztán, amikor a lányunk Anna megszületett, akkor el kellett döntenünk, hogy most babysittert veszünk fel, vagy könyvelőt, és akkor ugye egy darabig vettünk fel egy könyvelőt, de az sem adott megoldást, mert ugyanúgy nekem kellett helytálnom. És akkor ezt elengedtem. Természetgyógyászatot tanultam, és egy rövid ideig természetgyógyászként dolgoztam. Viszont nagyon hamar rá kellett jönnöm arra, hogy nem tudok segíteni az embereknek, bármennyire szeretnék, hogyha ők a gondolkodásmódjukon nem változtatnak. Tehát ugyanazzal a gondolkodásmóddal szoktam nekik mondani, ugyanoda lehet csak eljutni, és semmi értelme semmilyen kezelésnek, semmilyen csodabogyónak, hiába tudnám a megoldást, de nem éreztem etikusnak a részemről, hogy ha ő nem változtat, akkor tehát nem akarom én őt ezzel kihasználni. És tehát a végén már ezzel kezdtem, hogy ezt így elmondtam, és aztán így elmaradtak az ügyfelek, mert azt gondolom, hogy odáig nem jutottak el, hogy ők maguk változtatni tudjanak, és igazából én sem rendelkeztem azzal, hogy hogyan tudnám, mit tudnék nekik javasolni erre a gondolkodásmód változtatásra. Aztán, amikor ugye a fentiek azok nagyon jó rendezők, ezt tudjuk mindannyian, és akkor egyszer csak megkaptuk erre is a megoldást, tehát szerettem volna tudni, hogy ezzel erre hogy tudok megoldást adni az embereknek, és hát
játszint megkapta, és ő általa én is ezt a lehetőséget itt a PPH-nál, hogy itt pont erről szól a történet, hogy megtanítanak minket arra, hogy hogyan tudunk változtatni a gondolkodás módunkon. Mert hogyha azon nem változtatunk, akkor nem fogunk tudni előbbre jutni az életünkben, mert mindig ugyanazokat a köröket futjuk, abból a mókus kerékből nem tudunk kiszállni, amiben a gyerekkorunk által, az eddigi, a korábbi életünk által belekerültünk. Mert mindig ugyanúgy fogjuk megoldani az élethelyzeteinket, mert nincs rá másik tudásunk. És ez egy csodálatos dolog volt, hogy ide kerültünk a Nyílt Akadémiára, és itt megkaptuk a megoldást tulajdonképpen erre, és most már ezt tartom az életemben a legfontosabb feladatomnak, hogy ezt a tudást juttassam el az emberekhez, hogy lehet a gondolkodás módján változtatni mindenkinek, és ő maga meg tudja ezt oldani, tudás kell hozzá, semmi más, és hát természetesen akarat, hogy akarjon ő azon változtatni. És hát ezt én olyan lélekmentésnek nevezem, és így is fogom fel tulajdonképpen azóta a csapatunkban is. Látom azt, hogy a csapatunkban is sokan küzdenek problémákkal, feladatokkal. Nagyon-nagyon jó dolog, nagyon jó érzés, amikor tudunk segíteni nekik ebben, hogy változzon az ő életük is pozitív irányba. És hát ez olyan csodálatos érzés, mert ez az igazi teremtés, ugye ezt már tudjuk és megtapasztaltuk. És hát, hogy ennél többet nem kívánhatunk szerintem, hogy ezáltal mindannyian be tudjunk jutni majd egy magasabb létformába. Az Őrségben élünk, Kondorfán, egy kis faluban, és boldog házasságban élünk. Mint ahogy Jácint elmondta már, 6 gyermekünk van, és 4 kisunokánk. És hát én Jácint javaslatára kezdtem el tanulnia itt a Nyílt Akadémián. Korábban sok tanfolyamot elvégeztünk, mindig együtt. Ez azért nagyon jó, mert együtt fejlődünk. Vannak közös témáink, mivel meg tudjuk beszélni, amiket tanulunk, a felismeréseinket az életünkről meg tudjuk beszélni, hogy miért történtek velünk a dolgok, és mit oldottunk meg rosszul a múltban, és hogy most hogyan kell azt megoldani. Ezzel szintén tudunk segíteni a csapatunkban levőknek. És hát, ahogy Jácint elmondta, én is jobban tudok bánni magammal, ővele, a gyerekeinkkel, másokkal, tehát egészen másképp állok már hozzá az emberekhez, és ahogy Miklós az előző előadásban elmondta, volt egy ilyen nagy felismerésem, vagy hát valamennyire tudtam ezt, tehát én egy olyan családból jöttem, ahol erőteljes nagyanyai mintám volt, az anyukám is erőteljes volt, és hát én is így működtem az előző házasságomban. És hát ezért tehát kudarc is lett a vége, mert nem tudtam, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat megoldani. Valóban egy férfias működésem volt, én tehát a könyvelőirodám által én kerestem ugye jobban a családunkba, és ezáltal minden terhet én is cipeltem. És emellett már egy nőnek nem igazán van utána energiája, ugye nőként is viselkedni, szerető feleségnek lenni, és hát ez oda az eltávolodáshoz vezet mindenképpen. Hát én ezért nagyon boldog vagyok, ezért is, hogy most már több mint 4 éve itt tanulunk, és tudom azt, hogy ez a házasságunk ez nem lesz ezzel a tudással soha ilyen sorsra ítélve, mert képesek vagyunk egymással jól bánni, és egyre jobban, és ez nagyon nagy boldogság, hogy ezt így tudjuk megoldani. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok Szedlacsik Miklósnak, mert ez az ő érdeme elsősorban.
mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkorcsot, hogy jöjjön és tartsa meg az előadást. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy mindenki jól hall, jól lát. Jelenlévők biztos. Kezdjünk is hozzá. Nézzük meg, hogy mit csinálunk. Ugye én elhangzott, hogy többször csináltam piacvezetői pozíciót ennél a szervezetnél, aminek ugye alapítója és vezetője is ugye kezdetektől vagyok. És hát ugye az anyag terén csináltunk piacvezetői pozíciót. Itt volt olyan terület, ami rövid ideig voltunk piacvezetők, ez a lakásbiztosítás területe, utána önkéntes nyugdíjpénztári területen voltunk piacvezetők. Utána pedig önsegélyező pénztári területen voltunk piacvezetők. Most pedig a coachképzések területén vagyunk piacvezetők, tehát a legtöbb coachot képezzük ma Magyarországon. És ugye mi is az, hogy coachképzés? Az azt jelenti, hogy ember, a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát olyan tudást és képességeket nyújtunk az embereknek, amely révén képesek az embernek és az életnek a jobbítására, illetve hát ugye mi az, hogy embernek, tehát saját magának és másoknak a jobbítására, és az élet jobbítására. Tehát ugye ezáltal látszik, hogy több dologgal most már csak egy dologgal foglalkozok, de régen is csak egy dologgal foglalkoztam. Azért lehetett azon a területen piacvezetői pozíciót elérni. És ugye tovább léptem azokon a területeken különböző okok miatt, tehát nem egységes okok miatt, hanem különböző okok miatt. Ugye ez a leghosszabb terület, mióta foglalkozom, ugye ezzel 12 éve foglalkozom, de egyébként embereket 93 óta tanítok, vezetek, tehát nem most kezdtem, és egyáltalán az emberekkel 87-ben kezdtem el foglalkozni. Ugye miért mondom ezeket? Mert ugye életemben dolgoztam a szakmámba is, és nem a szakmámba. És hát ugye volt olyan időszak az életemben, amikor több szakterületet is kellett egyszerre csinálnom. Nem napi 8 órában, hanem annál jóval több órában, azért, hogy ugye a család anyagi biztonságát valamilyen szinten meg tudjam teremteni, a családom
anyagi biztonságát meg tudjam teremteni. Tehát ezért ugye mondhatom azt, hogy foglalkozás szinten is több dologgal foglalkoztam életemben, tehát nem egyel, hanem nyilván 10-nél többel nem, tehát a két kezemen meg tudom számolni, amilyen foglalkozásokkal foglalkoztam, de el tudom mondani, hogy az emberek fejlesztése az a terület, ami a legszebb, legnemesebb, amiben az ember a legjobban tudja magát érezni, bármilyen foglalkozáshoz képest. Ráadásul, ugye ez az aranykor téma, ez nem tőlem származik, hanem egyik sok év, hát jó pár évvel ezelőtt, ugye egyik éjszaka arra ébredtem, vagy reggel, mindegy, már azt pontosan nem tudom. Tehát lényeg az, hogy a szokásos napi alvásomat töltöttem el, és arra ébredtem, hogy egy látomásban volt részem. Tehát ugye ezért tisztán emlékszem rá, tehát egy látomásban volt részem, ahol felkeresett egy arctalan lény, tehát ruhában volt, úgyhogy, de nem volt arca, és hogy létre kell hozni az aranykort. És kérdezte, hogy elvállaltam-e, elvállalom-e, a csapatommal kell létrehozni, tehát nem egyedül, mert egy új társadalmi formát nem lehet egyedül létrehozni. Hogy elvállalom-e, és mondtam, hogy igen, és ugye mondták azt, hogy majd egyéb információkat ebben kapcsolatban közölnek, akkor közölték azt, hogy ez egy elnyomásmentes olyan társadalmi forma, hogy az emberek képesek lesznek békében és szeretetben együttműködni, együtt élni másokkal. Én azt mondtam, hogy ezt minden további nélkül vállalom, és képviselem az emberek számára, és elérem azt, hogy mások is vállalják ezt a dolgot. Tehát ez nem egy túl hosszú álom volt most. Ne, hogy azt higgyétek, hogy hosszú látomásom volt ezzel kapcsolatban, ezek a látomások amúgy sem túl hosszúak, egyébként két ilyen látomásom volt ebben a témában, de ugye ez a lényeg, és akkor onnantól kezdve, gyakorlatilag attól a héttől elkezdtem azzal foglalkozni, hogy aranykor. Akkor még ugye azt mondták nekem, hogy 2070-re kell aranykornak lenni, azóta kiderült, hogy ez a 2070, ez miért 2070, és mert ugye azért, mert túl rövidnek tűnt volna a 2035, és akkor vált ez 2035-té, amikor már ugye létszám volt avval kapcsolatban, hogy ezt ténylegesen létre lehet hozni. Tehát a nulláról ugye egy viszonylag rövid időtartam, az azt jelenteni, hogy hát, hogy túl közeli a dolog, megvalósíthatatlan. De ugye ez nem egy átverés volt, hanem egy szándékos olyan fajta trükk, ami által el tudott ez az egész indulni. Tehát az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók, és az emberek képesek fejlődni. Méghozzá töretlenül. Tehát ugye azért nem tudnak az emberek töretlenül fejlődni, mert folyamatosan elnyomást kapnak, és sajnos az elnyomással foglalkoznak, és amikor egy ember az elnyomással foglalkozik, akkor rossz hangulatban van, és rossz hangulatban egy ember képtelen tanulni, fejlődni. Ezáltal ugye igazából az emberek nem folyamatosan kapnak elnyomást, ezáltal amikor nincs elnyomás alatt egy ember, akkor képes fejlődni, képes tanulni, de amikor, vagyis tanulni, fejlődni, de amikor elnyomást kap, akkor ismét nem képes fejlődni, sőt, úgy működik elnyomás alatt egy ember, hogy elveszíti még azt a tudását is, addig, míg elnyomás alatt áll, amit tanult.
nem kell ezt elhinni, én ezt tudom, hogy így van. Én életemben, hát most már olyan 40 ezer vagy 50 ezer ember képzésében vettem részt, azért az nem kevés, és gyakorlatilag olyan 200 ezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt a sok idő során, gyakorlatilag 91-től, ez se kevés, te mondhatsz akármit, hogy te hogy gondolod, megmondom őszintén, én meg tudom, hogy hogy van. Jó, tehát tudom, hogy hogy működik az ember, ti mondhattok akármit, vagy te mondhatsz akármit, én meg tudom, hogy az ember úgy működik, hogyha elnyomás alatt áll, akkor nem tud tanulni, fejlődni, sőt, még a tudását is, amit tanult, elveszíti. Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minél több elnyomás alatt hagyod magadat, annál inkább nem tudsz fejlődni. Tehát ahhoz, hogy egy ember fejlődjön, szükséges egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók. Tehát nincsenek elnyomók. És ezt nem az emberiség fogja megoldani, hogy ne legyenek elnyomók, ezt a fentiek fogják megoldani, hogy nem lesznek elnyomók. Oké, hogy milyen formában, erről információim vannak, de nem fogom ezt elmondani. Jó? Tehát lényeg az, hogy lehet itt a jövővel kapcsolatban mindenféle teóriákat felállítani, hogy mi lesz ekkor, meg akkor, meg amakkor. Nem tőlünk függ, csak abban a szempontból, hogy lesz-e aranykor vagy sem. Tehát más forgatókönyv van arra, hogyha ezen a bolygón lesz aranykor, más forgatókönyv van arra, hogyha ezen az a bolygón nem lesz aranykor, más a forgatókönyv természetesen akkor, hogyha sok ember bekerül az aranykorba, más a forgatókönyv ahhoz is, hogyha ahhoz képest sokkal kevesebb ember kerül be az aranykorba. Ezáltal a fentiek részéről nem egy forgatókönyv van az aranykorba bejutáshoz, ezekről a forgatókönyvekről tudok, információim vannak, de ezt sem fogom elmondani. Szóval lényeg az, hogy egy dolog van, az emberiségnek a legrosszabb forgatókönyv az, hogy magát a bolygót megszüntetik, úgy, ahogy van, tokkal, vonóval, érted, mindenestül, tehát úgy, olyanná válik ez a bolygó a legrosszabb forgatókönyv szerint, mint a Mars és a Jupiter közötti volt bolygó, amit szétrobbantottak, és most kisbolygó övezet. És ugye ez a legrosszabb forgatókönyv, a legjobb forgatókönyv pedig az, hogy pár milliárd ember ezen a bolygón bejut az aranykorba. Tehát ez a legjobb forgatókönyv. Most aközt még van két forgatókönyv, amit nem mondok el. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, te mit szeretnél? Egy olyan világot, ahol szétrobbantják a bolygót, meghatározott időn belül, vagy egy olyan világot, ahol az emberek békésen, együttműködve, szeretetben élik az életüket, és fejlődnek, mert nincs aranykor. Miért? Azt a célt megvalósítani, tehát még egyszer, azt a célt megvalósítani, amiért az emberiség itt van, amiért az emberek egyének itt vannak, tehát te saját magad itt vagy, ezen a bolygón, ebben az életedben, azért vagy itt, hogy olyan tudást és képességeket szerezzél, hogy képes legyél a következő életedben egy magasabb létformában élni. Egy magasabb létformában élni. Minden ember ezért van itt, illetve nem pontosan minden ember, de az emberek egy nagyon nagy része ezért van itt, hogy bekerülhessen egy magasabb létformába. A magasabb létformában nem több életen keresztül tud egy ember bejutni, az mindössze egy életen belül kell, illetve lehet megcsinálni, mert az életek tudása nem adódik össze
ameddig földi emberként működünk. Tehát vagyis egy életen belül kell megcsinálni, gondold végig, egy életen belül, ha kell megcsinálni, akkor meg lehet csinálni. Oké? Okay? De tömegesen akkor tudják az emberek megcsinálni, hogyha a bolygón lévő elnyomók, már pedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó, és azért látod azt, hogy több az elnyomó, mert az elnyomók elnyomják a szociális személyeket, a nem elnyomókat, és a szociális személyek azok továbbadják az elnyomást, és úgy néznek ki, mintha ők is elnyomók lennének. De hogyha egy szociális ember, szociális személy nem kap elnyomást, akkor nincs mit továbbadni. Oké? Okay? Tehát itt vagyunk mi emberek, és meg tudjuk csinálni azt, mert olyan feladatokat a fentiek soha nem róttak az emberiségre, az emberekre, amit nem képesek megcsinálni. Tehát mi emberek igenis egy élet során meg tudjuk azt csinálni, hogy annyi tudást és képességekre tegyünk szert, ami által minden további nélkül felkerülhetünk a felső létformába. Hadd beszéljek egy kicsit a felső létformáról. Ugye az nem az aranykor. Az aranykor az egy átmenet az ember jelenlegi élete és a fenti létforma között. Az azt jelenti, hogy a jelenlegi létforma, mint ember, az megmarad az aranykorba is, természetesen, hiszen emberként kell megélnünk az aranykort, de például akik megélik az aranykort, olyan segítségeket kapnak majd, vagy már előtte is, hogy hosszabb életet tudnak élni, tehát meghosszabbítják azoknak az életét, nyilván ezért nekik is kell tenni, természetesen, sőt, már ilyen technológiát kaptam, hogy hogy kell életet meghosszabbítani, ezt csak úgy mondom. És lényeg az, hogy az embereknek nem, az aranykorban nem ennyi időtartamú lesz az életük, és azt a célt szolgálja az életük, hogy gyakorlatilag töretlenül tudjanak majd az aranykorban fejlődni. Tehát töretlenül, elnyomások nélkül. Tehát gondoljátok végig, lehet itt mindenfélét, mindenkinek ezen a bolygón kitalálni avval kapcsolatban, hogy minek kell lenni, meg milyen lesz a jövő. Így gyakorlatilag két jövő lehet, annak ellenére, hogy van négy forgatókönyv, de akkor is két jövő lehet. Vagy aranykor lesz, vagy ez a bolygó elpusztul. És ez nem ijesztgetés, mert van-e alternatíva. Világos ez? És ez attól függ, hogy az emberek hajlandók-e fejlődni, vagy pedig úgy gondolják, hogy az meg mi a Lotus Pictusnak kell. Érted? Minek kell fejlődni? Tehát, hogyha csak egy dolgot gondolok ezzel kapcsolatban, hát akárhogy nézem, itt van 10 életterület. Ezeknek a helyes használatáért, hogy minden területtel helyesen bánj, nem kell tanulni, nem kell fejlődni. Hát aki azt mondja, hogy ezekért nem kell tanulni, nem kell fejlődni, hát az nem normális. Az bolond. Sőt, az se sokkal jobb, aki azt mondja, hogy ő már ezen a területeken mindent tud. Emberrel nem találkoztam a bolygón, nem is hallottam róla, se a jelenben, se a múltban,
hogy ezekkel a területekkel valaki tökéletesen tudott volna bánni valaha a történelem során. Érted? Valamennyire az emberek, bizonyos emberek ezekkel a területekkel jól tudtak bánni, de nem minden. Sőt, akár viszonylagosan elboldogultak valamennyire ezeken a területeken, még olyan emberek is vannak, de nem tökéletesen. Tehát hogy mondhatja azt valaki magáról, hogy ezekkel a területekkel ő minden jó tud bánni? Hát eleve ott kezdődik, hogy vannak olyan emberek, akik nem is élik az összes területet. Én hála Istennek az összes területet élem. Mind a tizet. Még. Mit jelent ez a még? Hát az azt jelenti, hogy még van szülőm. Érted? Tehát még mindet élem. De vannak olyan emberek, akik nem is élték meg a tíz területet sose. Gondold végig, itt a nyugati társadalomban hány olyan ember van, aki ezzel kapcsolatban, csak a tízessel kapcsolatban semmi megélése nincs. Sőt, azt gondolja, hogy ahogy Isten, olyan nincs is, érted? Mert evolúció van. Tehát gondold végig, hogy ez a tíz terület ennek a tudásához, hogy jól boldogoljunk ezeken a területeken, nem kell tudás. Hát azt mondja valaki, hát én ezek közül többen nem, hát van nyugdíjam, nem kell a pénzzel foglalkozni például, érted? De, tehát nem kell pénzt teremteni, nem kell pénzt azért dolgozni, mert van nyugdíjam. Tehát akkor ez sincs. És akkor mondja, hogy ez sincs, az sincs. És a többiek? Nem kéne embereket tanítani ezekre a területekre? Tehát te azzal el vagy emberként, hogy neked nincs minden területed, és ezért nem is kell azokat a területeket tanulni. Hát hogy gondolod ezt? Hát minden ember azért született, hogy tanuljon, tegye a dolgát, és tanítson. Érted? Tanítson. Akkor is, ha te nem tanárnak tanultál. Kit érdekel, hogy nem tanárnak tanultál? Attól, amit tudsz, nem lehetne tanítani? Miért, ha gyereket neveltél, nem tanítottál neki semmit? Dehogy nem. Tehát azok a nagyképű emberek, akik úgy gondolják, hogy erre a tudásra nincs szükség. Ezeken a területeken. Mert az emberek amúgy is boldogulnak. Aha. És hány boldog embert ismersz a környezetedben? Egyet se. Egyet se. Érted? Egyet se ismersz. Akkor hova lettek a boldog emberek? Biztos valószínűleg nem tudnak ezzel bánni, azért nem boldogok, nem? Hát gondold végig, hogyha ezekkel a területekkel tudsz bánni, akkor mi fog történni? Hát jól érzed magad a bőrödben, nem? Nem így van. Hát azt eredményezi, hogy az ember jól érezze magát a bőrében. Hát egy ember jól érzi magát a bőrében, akkor nyitottá válik, jó hangulatúvá válik, tanulékonyá válik, érdeklődévé válik, érted? Hát csupa jó tulajdonság. Abba maradnak a betegségei. Nem lesz betegsége, mert jó állapotban van. Érted? A betegségek rossz állapottól indulnak el. Jó állapotban max nátha. Érted? De az is csak nagyon jó állapotban még nátha sincs. Nem, hogy betegség. Bár lehet, hogy már a náthára is ráfogják, hogy Covid, tudod. Simán. Mai világban bármi belefér a hazugságokba, tudod? Simán. Szóval lényeg az, hogy itt van 10 terület. Ha bárki azt mondja, hogy ezeken a területeken nekünk bármelyiken nem kell fejlődni, az hazudik.
az egy hazug ember. Érted? Persze, hát hazug embereknek ne tanuljanak itt, hát nem kell, hogy itt tanuljanak természetesen. De hogy nem érik meg az aranykort, az olyan biztos, mint hogy itt beszélek róla. Nem én határozom ezt meg. Én egy senki vagyok. Én ilyen dolgokat nem határozok meg. A fentiek határozzák meg. Oké? És ha te nem érted azt, hogy miért kellene ennek a bolygónak megszűnni, mikor olyan szép kék bolygó. Meg zöld, hát már zöld nem annyira, inkább kék. Hát miért? Hát miért? Gondold végig, hogy te mit csinálnál? Hát mondjuk van egy gyönyörű szép várad, mondjuk egy városban, érted? És valakivel ellenséges viszonyban lennél. Valakikkel, mondjuk egy másik néppel, ellenség, és azt a várat a városban megszereznék. Érted? És a jó Istennek nem tudnád őket kiűzni. Pedig azt a várat te építetted, az egy gyönyörű vár. Hát mit csinálná egy idő után, hogy elmenjenek onnan? Ha fognád, azt rájuk robbantanád a váradat. Érted? Hiába te hoztad létre azt a gyönyörű várat, és hiába egy csomó munkád van benne, meg egy csomó energiád, meg egy csomó pénzed, bár a pénz is energia, mindegy. Szóval lényeg az, hogy mit csinálnál egy idő után? Fognád és azt mondanád, nem mentek innen el, így akartak bomlasztani, így akarjátok megszerezni a városomat? Hát akkor rátok robbantom a várat. És ugye nem tudom, tudod-e, hogy a földünkkel ez van. A földünk mélyén vannak olyan lények, akik ellenségesek a fentiekkel. Nem kicsit, nagyon. És úgy akarják megszerezni magát a bolygót, és utána a naprendszert, hogy az emberiséget bevonva ebbe. Átváltoztatni az emberiséget olyanná, aki negatívan működik, negatívan gondolkodik, és ellenséges a fentiekkel szembe. Ilyenné akarják tenni az emberiséget. És gondolod, ez sokáig tűrik a fentiek? Hát mit látsz az elmúlt két évben? Gonoszodtak az emberek? Vagy barátságosabbak lettek? Hát nehogy ma azt mondta, hogy barátságosabbak lettek. Most a világban látsz valami újdonsült gonoszságot 23-ától? Vagy 24-től? Hogyne, ellenségességet látsz? Hogyne? Tehát magyarul az emberek egyre barátságosabbak egymással? Világviszonylatban is azt látod, hogy egyre barátságosabbak az emberek? Hát azt lásd, hogy egyre ellenségesebbek az emberek, sőt a népek egymással, nem? Tehát afelé megyünk, hogy egyre szebb és jobb minden, egyre jobban működünk, egyre okosabbak vagyunk, egyre jobban kezeljük ezeket a dolgokat magunktól. Dehogy e felé megyünk. Hát az elhűlés felé megyünk. Hát most gondold végig, a déd szüleink kikelnének a sírból, azzal a tudással, képességgel, amik nekik volt. Érted? Tudod, mit mondanák nekünk dédunokának? Hogy ti hülye barmok vagytok. Érted? Hát tönkre teszitek saját magatokat, meg az egész bolygót. Elment az eszetek, ezt mondanának a dédszülők. Érted? A fiataloknak ők szülő. Oké. Mi itt fenntartottuk azt, hogy ez a bolygó működjön, ti meg mindent tönkre tesztek? Ezt mondanák. Hát én emlékszem arra gyerekkoromban, hogy az idősök is milyen jó hangulatúak voltak. Érted? Hol látsz te jó hangulatú időseket? Hol? Még jó hangulatú fiatalokat se, nem hogy jó hangulatú időseket. Hát hova jut ez a társadalom, ha így halad?
Nem kellene egy jobb jövőért összefognunk? Ó, hát ugye persze, könnyen mondják az emberek, ó, hát én a saját utamon eljutok az aranykorba. Na arra én befizetek. Arra én befizetek. Hogy anélkül, hogy tömegeket ne taníts, eljutsz az aranykorba, érted? Vagy tömegeket ne segíts hozzá ahhoz, hogy eljussonak az aranykorba, arra én befizetek. Tehát most ez egy feltétel. Tehát itt a fentiek nem azt akarják, hogy bejusson 10 ember, vagy bejusson 100, vagy 1000, vagy 10 000. A fentiek azt akarják, hogy milliók, 10 milliók, 100 milliók, vagy akár milliárdok jussanak be az aranykorba. Érted? De az nem lehet azt csinálni, hogy hát én majd egyedül bejutok. És hány embert segítesz hozzá, hogy bejusson? Én nekem nem az a célom, hogy bejussak az aranykorba, hanem tudod mi az a célom? Hogy minél több embert bejuttassak az aranykorba, sőt, még ez se a célom, hanem az, hogy minél több ember segítségemmel följusson a fenti létformába. És én ezt tudom, hogy én ezt megteszem, akkor én is följutok a fenti létformába. Érted? Tehát nekem nem én vagyok a célom, hanem az emberek a célom. Érted? Hogy az emberek jussanak be az aranykorba, és az emberek jussanak fel a felső létformába. Persze, igaz. Persze, aki már bejut az aranykorba, annak már nem lesz nehéz eljutni a felső létformába. Csak időkérdése lesz természetesen. Tehát ugye ezért elsődlegesen az aranykor az, ahova be kell jutni az embereknek. És mondom, nem az a célom, hogy én jussak be. Én világ életem, amióta embereket tanítok, vezetek, emberekkel foglalkozom, mióta embereket szervezek innen, illetve onnantól, 91-től, tudod mit? Mi az én elvem? Hogyha én sok embernek segítek, én sem járok rosszul. Tehát ha én sok embert bejuttatok az aranykorba, én is bekerülök az aranykorba. Ha én sok embert bejuttatok a fenti létformába, akkor én is bekerülök a fenti létformába. Hát ezért jöttem le, ezért születtem le. Nem tudod ezt bevállalni? Te saját magad ugyanúgy, hogy te sok embert juttatsz be a fenti létformába? Hát én egyedül nem tudok sok embert, nagyon sok embert bejuttatni a fenti létformába, az nekem nagyon sok ember kell, aki ebbe besegít. És ugyanúgy, nagyon sok ember kell ahhoz, hogy bejuttassuk az embereket az aranykorba. Tehát ezt úgy hívják, hogy társak, akikkel együtt lehet működni. Ugye a szeretetben, békében és boldogságban, tanulás folyamatában együtt lehessen működni, nem a jövőben, hanem már a jelenben. És akkor gondold végig, teszi az ember a dolgát, hogy minél több embert bejuttassunk az aranykorba, tehát hogy létrejöjjön az aranykor, mert az bejuttatás az azt jelenti, hogy az emberek létre fogják hozni az aranykort, érted? Az nem magától jön létre, az nem a fentiek hozzák létre az aranykort, hanem az emberek hozzák létre az aranykort. Hát egy olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség központi irányításra, érted? Nincs szükség, mert az emberek pontosan tudják azt, hogy mit kell tenniük, mi a dolguk. Nem lesz olyan, hogy hatalmi alapon feloszlódik, érted, a hatalmi hierarchia. Mert nem lesz hatalmi hierarchia. Érted? Tehát nem lesz olyan, hogy megveszek a vagyonért. És jaj, egy petákot se veszítsek. És ha egy petákot veszítek, akkor belehalok. Ilyen nem lesz. Ez mind a múlté lesz. Hát gondold végig, a világ egyetemben olyan, hogy pénz nem létezett. És akkor egyszer csak a föníciai kitalálták a pénzt, érted? És ez rögtön létrehozta a hatalmi tagozódások kezdetét.
És azóta is a pénz miatt hatalmi tagozódások vannak. És akkor most ugye a tudatlan emberek azt mondják, hogy hát ezért lesz jó az ilyen bitcoin-szerű coinok, érted, ezek a, hogy hívják, kriptovaluták, érted, mert az nem pénz. Hát dehogy nem. Hát ugyanúgy pénz. Érted? És ugyanúgy bármit, amit pénznek neveznek, most az, hogy virtuális pénz, vagy ki van nyomtatva az a pénz, az tök mindegy, az pénznek nevezik. És tudod, milyen célt szolgált? Azt a célt szolgálja, hogy hatalmi betagozódás legyen. Tehát, hogy akinek több van, az a hierarchiában magasabb szinten legyen. Hiába olyan hülye, mint a tök, érted, attól magasabb hierarchia legyen fenn. Mert neki több pénze van. Most az, hogy honnan szerezte a pénzét, ez most részletkérdés ebből a szempontból. Érted? Tehát föltalálták, gyakorlatilag pár ezer éve van pénz, létezik olyan pénz a világegyetemben, hogy pénz. És azt gondolják emberek, hogy a pénzre szükség van. Tudod, mire van szükség? Arra, hogy tudjál helyesen gondolkodni, arra van szükség, és arra, hogy ne kelljen senkinek rábeszélni arra, hogy tedd azt a dolgodat, amit tenned kell. Hanem belülről elindul egy olyan indítatás, hogy nekem tennem kell a dolgomat, és kész. Érted? És abban nem állíthat meg senki, hogy tegyem a dolgomat. Világos ez? Ez egy ilyen belső indítatás. Tehát az ember az azért csak annyit tud, amennyit tud, mert eltitkolták előle azokat az információkat, ami által egy egész más világnézetet képviselne. Érted? Egy egész más világnézetet. Tehát az a világnézet, hogy pénzért kell dolgozni, az egy téves világnézet. Nem a pénzért kell dolgozni, hanem az emberekért kell dolgozni, érted? És az emberekért dolgozol, akkor azok közt lesznek hálásak. Az aranykorban, meg akiért dolgozol, az mind hálás lesz. Világos ez? És hogy mit nevezünk dolgozásnak, ez ebből a szempontból részletkérdés. Ezt úgy hívják, hogy csere. Egy etikus embernek rendben vannak a cseréi. Az etikátlan embernek pedig nincsenek rendben a cseréi. És ez mindig így volt, mióta a föníciaiak feltalálták a pénzt, és így is lesz addig, ameddig a pénz létezik. És a pénz bármilyen formája létezik. Világos ez? Most azt mondanák, hogy jó, hónaptól semmilyen pénz nem létezik, semmilyen. Még a virtuális pénz sem, az azt jelenti, hogy az összes hatalmon lévő ember az egyenrangú lenne az összes többivel. Világos ez? És azt mondanák, hogy csak úgy működik minden, hogy amit teszel, azt úgy tedd, hogy annak legyen csereértéke. Érted? És tedd akkor a dolgodat, hogy kapjál cserét. Onnantól kezdve nyilvánvalóan azok boldogulnának, akik képesek olyan dolgokat tenni, csinálni, aminek van csereértéke. Érted? És akkor csereként megkapja azt, amire szüksége volt, mint ami volt sokáig. Tehát hiába találták föl a pénzt a föníciaiak, mégis egészen a 20. századig, főleg a vidéki településeken működött ez a fajta csere. Érted? Ahol az emberek tettek valamit, és akkor kaptak érte viszonzást. Oké? És ez azt eredményezte,
hogy nem voltak olyan szintű anyagi különbségek, mint amik lettek. Most gondold végig, a 70-es évektől olyan mértékű vagyonosodása lett a gazdagoknak, ami a történelemben páratlan, és bizonyos gazdag emberek, nem kevés számmal a Földön, de ne százezrekre gondoljatok, hanem csak ezrekre, gazdagabbak, mint valaha a királyok voltak. Tehát a Földön meghatározott mennyiségű anyagi javak vannak. Világos ez? Tehát az összes anyagi javat, amit a Földön termelnek, létrehoznak, azt mind a Földünk adja. Jó, az ember képes arra, hogy bizonyos dolgokat átalakítson, mit tudom, az agyagból csináljon mondjuk téglát, csak most mondtam valamit. És ezáltal ugyannak, mivel bele lett rakva energia, munka, ezáltal annak a terméknek, vagy annak a dolognak, amit a Földből kinyertek, nagyobb lett az értéke. De ahhoz is ugye mi kellett, ahhoz, hogy valaki ezt megtegye, meg kellett hozzá mondjuk a tűznek az energiája. Tehát, de akkor is egy meghatározott vagyoni érték van a Földön, érted? Tehát, hogy ebből fölépítettek házat, akkor az nyilván drágább. De vajon annyival, mint amennyivel most drágábban eladják? Ami azt eredményezte, ugye, hogy itt van a bolygó, annak van egy értéke, és van az emberiség. Érted? Tehát a bolygónak és a bolygón lévő dolgoknak, meg a bolygóban lévő olyan dolgokat, amit bányásznak, meg kibányásznak a jövőben, annak van egy vagyoni értéke. Amikor, mit tudom én mondjuk, 2 milliárd ember volt, akkor az a 2 milliárd ember között oszlott el. Most, amikor 8 milliárd ember van, akkor a 8 milliárd ember között oszlik el. Azt lehet azt mondani, hogy annak az értéke nem annyi, hanem találjuk ki, hogy mondjuk 10-szer annyi, de közben ténylegesen csak 10-ed annyi. Lehet ilyenekkel játszani, mert ezzel ugye az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben játszanak, hogy mit tudom én, mikor tényleg eladásra kerül valami, ami kényszereladásra kerül, akkor kiderül, hogy közel nem ér annyit, mint amennyire taksálták az emberek. És ezt miért mondom? Ez azért mondom, mert mostani gazdagok, az a pár ezer ember, aki gazdag a Földön, aki ultragazdag, azok gazdagabbak, mint valaha királyok. Nyilvánvaló, a Föld vagyoni értéke most lehet, hogy több, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, mert több dolog van a Földön a kitermelésből és az átalakításból, mint valaha. Tehát több város, több ház, stb. Ezért több. De gondoljátok végig, ha most van 8 milliárd ember, és van egy vagyoni érték, de az úgy oszlik el, hogy az 1 ezreléknek, vagy az 1 tízezreléknek, inkább 1 tízezreléknek több van, mint az összes többinek. Érted? Tehát például mondjuk van ilyen 13 ultragazdag család. Ugye azok a legeslegazdagabbak. És utána még van ugye 300 család, ami szintén nagyon gazdag, csak nem annyira. Na most ez 313 család, nem túl sok. Na most ez a 313 család vagyonában nagyobb vagyon van, mint az egész emberiség többi részében. Akkor számolgassatok egy kicsit, jó? Hogy hány ezrelékről van szó. Na most ez azt jelenti, hogy sokkal gazdagabbak, mint bármikor a királyok vagy császárok voltak.
sokkal gazdagabbak. De az azt jelenti, hogy azért, tehát a vagyoni értékből, ha egyesek sokkal gazdagabbak, akkor a többiek sokkal szegényebbek. Tehát egy vagyoni értéket, ha sokféle felé osztunk el, és aránytalanul osztunk el, bizonyos kis rétegnek sokat, a többinek meg kevesebbet, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok szegény ember van a bolygón. És ez igaz. Tehát a bolygó nagy része, nagyobbik része nem él létminimum felett, hanem létminimum alatt. Érted? Na most itt ezen a társadalmi részben, ahol élünk, ugye Európa, meg ugye ez ugyanez Észak-Amerika, ott az emberek jobb módúak. Ami azt jelenti, hogy jóval jobb módúak, mint a bolygó többi részén. Tehát jóval jobb módúak. De ez a jómódúság társadalmi szinten, ez úgynevezett középrétek, nem veszed észre, hogy, romlik az anyagi helyzete? Most olvastam hivatalos KSH statisztikát, hogy a bérnövekedések valami 4,1%-kal alul maradtak az inflációnak. Tehát az azt jelenti, hogy akármennyi béremelést kaptál gyakorlatilag. Érted? A pénzed értéke kevesebb, 4,1%-kal, mint egy évvel ezelőtt. Érted? És mit jelent az értéke? Az, hogy a vásárló értéke. Tehát 4,1%-a egy ember kevesebbet tud vásárolni, mint egy évvel ezelőtt, pedig felemelték a fizetését. Most Magyarországról beszélek. És ugye tudjuk, hogy az ilyen statisztikai számokat, azokat szépíteni szokták. Ez olyan, mint emlékeztek a Hofi történetére, mikor hányat kell fialnia a disznónak, érted? Mert hát mennyit kell a exportra küldeni, érted? Ugyanaz, hát ugyanaz. És akkor papíron meglett az a disznószám. Csak papíron. És ebből mi lett? Ugye az lett, hogy az emberek meg éheztek, mert mindent exportáltak. És itthon meg nem maradt kaja. Érted? Na ez ugyanaz. Ugyanaz. Tehát, hogyha a szépítés ellenére a 4,6%-kal kevesebb a bér, mint a béremelés, mint az infláció, akkor vajon a valóságban ez mennyi lehet? Érted? Hát most gondold végig, én találkoztam olyan termékkel, hogy egyik napról a másikra a hétszeresére emelkedett. Egyik napról a másikra. És azt csinálták, hogy fogták, kivonták azt forgalomból, hoztak helyette egy másikat, de az már hétszer annyiba kerül. Érted? Ez volt az áremelés. Ha persze ez nem számít áremelésnek, mert nem ugyanarról a termékről van szó. Érted? Mert az számít áremelésnek, hogyha például veszek kenyeret, és a kenyér mennyi drágult. Érted? De az a termék, amit egyszerűen fogják és kivonják a forgalomból, például mit tudom én, itt van ez a laptop, kivonnák a forgalomból, érted? És akkor duplájáért adják a nem sokkal jobb, sőt, szinte ugyanolyan. Mert ugye az a termék ugyanolyan volt, és csak hétszer drágább. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ezt is kivonnák, és utána mondjuk azt mondják, hogy háromszor többe kerül. Érted? De akkor már az nem növeli az árát, mert az már egy új termék. Érted? Az nincs benne ebben a statisztikában. Az van benne, ami konkrét termék emelkedés. Ha azt a terméket abba hagyták gyártani, és helyette egy újat hoztak, és az jóval drágább, az nincs benne. Nincs benne ebben a statisztikában.
Érted? Nincs benne az áremelkedésbe. És például, mit tudom én, hány olyan gyümölcsöt, vagy zöldséget, vagy bármit láttál, vagy húst, vagy akármit az elmúlt időszakban, ami nem mondjuk 7,5%, mert állítólag 7,5%-os az infláció, nem 7,5%-ot emelkedett. Hány olyat láttál? Hány olyat láttál, ami ha egy év alatt akár 30-40%-ot is emelkedett? Akár két év alatt, mit tudom, 50-70%-ot is emelkedett. Hány ilyet láttál? Jó, szóval gondold végig, hogy itt van egy olyan világ, ami baromira nem jó az emberek többségének. Van egy szűk réteg ezen a bolygón, amelyiknek nagyon jó. Milyen szempontból? Nem boldogok. Azt hiszed, hogyha valaki gazdag, boldog? De hogy is boldog. Hát van egy alapvető dolog a boldogtalansággal kapcsolatban. Hogy minél több anyagi javad van, annál több a vesztenivalód. És ez így működik, hogy minél több anyagi java van valakinek, annál nagyobbak a félelmei. Ezt láthatod. Mert a gazdagok óriási falakkal veszik körül magukat, nem? Testőrökkel veszik körül magukat, páncélautóval közlekednek, stb. Stb. Akkor olyan repülővel, amiről azt se tudják, hogy mikor indul el, és akkor vadászgépek védik, érted, a repülőt, hogy véletlenül nehogy lelőjék, stb. Stb. Tehát akkor ők nem félnek? Tehát nehogy ma azt mond, hogy egy félelemben lévő ember boldog. És ugye félelmükben mit csinálnak az emberek? Kivétel nélkül mindenki félelmében ostobaságot művelnek. Például az, hogy rettegnek, hogy netántán elveszítik a vagyonukat, például a világ leggazdagabb emberei, ebben a két évben nem is tudom hány százalékkal növelték a vagyonukat. Az elmúlt két évben. Nem tudom, elég világos voltam-e. Nézd meg az emberek jó részét, az emberek túlnyomó többsége, nagyon nagy százaléka rosszabbul él, mint 2019-ben. Anyagi szempontból. Mentális szempontból nem is beszélve. De anyagi szempontból. De van egy szűk réteg, a leggazdagabbak, akik szinte megtöbbszörözték a vagyonukat, érted? Két év alatt. Miről beszélünk? Tehát akkor minden itt frankó, minden itt jó, szükség van a pénzre, nem? Tehát mondom még egyszer, ne keverjétek össze, a virtuális pénz is pénz. Ezek a coinok, még egyszer mondjátok, mi a neve? Kriptovaluták, igen. Az is pénz. Valuta ott van a nevében. Ezzel akarják megetetni az embereket, hogy majd ilyenekkel helyettesíteni a pénzt. És tudod, mit látsz? Ezeknél a kriptovalutáknál, coinoknál, hogy napi szinten akár 30%-ot ugrál az árfolyama. Képzeld majd, mikor vásárolni akarsz, és akkor elindulsz, hogy na, ennyi pénzért veszek valamit, mire odaérsz, már 20%-kal drágább. Érted? Vagy lehet olyan is, hogy örülni fogsz, hogy jaj, de jó, mert 10%-kal éppen olcsóbb lett. Hát ha ilyen pénzügyi rendszer lenne, akkor azt úgy alakítják, ahogy akarják. Érted? Ami azt jelenti, hogy az egész ilyen kriptovaluta rendszer az egy nagy
átverés, érted? De majdnem B betűvel mondtam az át után, tudod? Oké? Okay. Mert a pénznek legalább van egy olyan fajta működése, hogy a termékek, már nincs aranyfedezet, a termékek a fedezete a pénznek. Például a dollárnak az olaj a fedezete. Érted? De a coinoknak, ezeknek a kriptovalutáknak nincs fedezete. Meg nem is lenne a jövőben. És úgy játszanának vele, ahogy akarnának, érted? Azt mondanák, hogy most ennyit ér, egy óra múlva ennyit ér, öt perc múlva ennyit ér, érted? A valutáknál is van ilyen mozgás, de viszonylag kicsi. Érted? Ilyen 10%-ok napi szinten. Vagy 1-2%. Hónapi szinten is ugye viszonylag azért kiegyenlítődik. De a kriptovalutáknál akkora ugrások vannak, hogy valami hihetetlen. Érted? Miért? Hát az ilyen nagy ugrásokkal lehet a legtöbbet nyerni. Éppen leugrik, gyorsan venni kell, fölugrik, gyorsan el kell adni. És akkor nyert az illetővel egy csomó pénzt. Érted? Mert pénzre váltják. Pénzre váltják, mert a kriptójával kitörülheti, még azt se tudja, hogy kitörülheti. Érted? Mert akkor kezével törülgetheti. Mert még arra se jó, hogy kitörölje vele a hátsóját. De a pénz egy infláció esetén legalább arra jó, hogy kitörölje vele a hátsóját, de a kriptó még arra se jó. No szóval, akkor megkérdezném még egyszer. Vajon szükség van-e arra, hogy az ember tanuljon, haladjon? Nekem semmi gondom nincs azzal, hogy te azért azt gondolod, hogy azért élsz, azért születtél, hogy mondjuk legyen családod, gyereked, egyél, így áll, próbáld élvezni az életet, érted? És hát majd egyszer csak meghalsz. Nekem semmi gondom nincs ezzel. Nem nekem van ebben gondom, hanem neked, tudod? Neked. Tudod miért? Azért, mert azok az emberek, akik így akarják élni az életüket, azoknak nem boldog az életük. Egy. Kettő, nem lesz boldog a következő életük sem. Milyen egyszerű. Oké? És akkor lehet ezt játszani szépen, ezt a módozatot, hogy meghalsz, nem jól csináltad a dolgokat. Következő életedben megint nem jól csinálod a dolgokat, majd a következő életedben megint nem jól csinálod a dolgokat, majd a következő életedben megint nem jól csinálod. Számtalan ember ezt csinálja évezredek óta. Lehet ezt csinálni. Csak ennek mi az értelme? Mi az értelme? Ennek van valami értelme? Kérdezem én. Semmi értelme nincs. Hát gondold végig, egy céltalan életnek mi értelme van? Ha megnézed, ha valaki idő előtt hal meg, utána jársz, hogy mi volt a célja? Tudod, mire jössz rá? Hogy semmi érdemleges. Semmi, amiért neki tovább kellett volna élni. Mondom, semmi érdemleges, amiért tovább kellett volna élnie. Honnan tudom? Hát az, hogy elég sok haláleset volt ugye a rokoni ismeretségi körbe, de főleg a rokoni körbe, és elég jól ismertem az életüket. Érted? És mindig, minden esetben erre jöttem rá. De egyébként ez így is van, mert fentről is megerősítették ezt az információt. És miért halt meg? Hát mert nem volt értelme a további létének. Érthető ez? Azért meg kellene nézned az életedben, hogy vajon az életednek van-e értelme? Tehát a tovább létednek van-e értelme? Tehát el kellene ezen gondolkodni. Hogy vajon mi értelme van a te további létednek? Nem azt mondom, hogy legyél öngyilkos. Azt azért nem szabadna, hogy az legyél. Hanem talán azt kellene csinálnod, hogy értelmet kellene adni az életednek.
Na most nézd meg a bolygón. Mi ennek a bolygónak az olyan tevékenysége, aminek a legnagyobb értelme van ezen a bolygón? Mi olyan tevékenység van, aminek a legnagyobb értelme van ezen a bolygón? Hát akárhogy nézem, azt tudom mondani, hogy annak elősegítése, hogy ezen a bolygón aranykor lehessen. Mert bármi más, bárki bármit csinál, ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor semmi értelme annak, amit csinál az ember. Világos ez? Mondom még egyszer, semmi értelme. Tehát mondjuk egy pék, aki azt mondja, hogy dehogy nem, hát én etetem az embereket. Aha, igen. De hány olyan pék lesz, amely amellett, hogy eteti az embereket, még tanulni is fog. És te pékként nem fogsz bekerülni az aranykorba. Ő meg befog. Világos ez? És képzeld el, nem te fogod sütni a kenyeret az aranykorba, hanem az a pék, amelyik fejlődött. Ennyi. És ha ez neked baromira nem tetszik, akkor én meg sajnálom, hogy nem tetszik. Ennyi. Oké? Úgyhogy maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy azóta is itt tanulok a PPH-nál. Azt javaslom neked, te, aki most hallgattad az előadást, hogyha te szeretnél egy boldogabb életet élni, akkor szerezd meg azt a tudást, amit a PPH-nál össze van szedve, ami által egy nagyon boldog életet tudsz élni, és ezáltal a gyermekeidnek, unokáidnak olyan világot teremthetsz, te ezt neked kell elkezdeni most. És hogyha te ebbe partner vagy, vagy te is szeretnéd, akkor minél előbb jelentkezzél, keressél egy olyan vezetőt, aki szimpatikus neked, és regisztráljál be hozzá, vagy kezdjed el a tanulást. Aki ezt szeretné, az fogjon össze, fogjunk össze, és tegyünk azért, hogy egy boldogabb világunk lehessen. A világunkban a legnagyobb bűn a mulasztás, akkor nézzünk magunkba, és tegyünk minél többet azért, hogy egy boldogabb világunk lehessen. Én is köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt a képzést, ami szintén nagyon jó volt, mint ahogy minden képzése. És én sem tudok mást mondani, mint Jácint mondta, hogy valóban életünk legjobb döntése volt az, hogy ide jöttünk tanulni, mert sehol nem kaptunk ilyen tudást, mint amit itt, és sehol nem változtatta meg az, amit tanultunk az életünket úgy, mint ahogy megváltoztatta az itt kapott tudás. És Jácint az elején beszélt egy picit közösségről. Itt a PPH-nál egy csodálatos közösségünk van. Nekünk volt részünk, illetve belelátunk közösségek életébe, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a tapasztalatunk, mert meg szoktuk beszélni ezeket a felismeréseket, hogy
Sajnos hiába erőlködnek azok az emberek, akik közösségeket akarnak létrehozni, és lehet akár 10-20-50-100 ember. Ha azoknak az embereknek nem azonos a tudásuk, nem egy azonos ideológia, egy azonos elv alapján építik fel ezt a közösséget, vagy úgy állnak össze, akkor nem fog tartósan működni. Tehát ennek az alapja a feltétel nélküli szeretet kell, hogy legyen egy ilyen aranykori közösségnek, az pedig tudás nélkül nem lehet elérni. Mert nem tudunk elfogadóak lenni, nem értjük a másik embert, hogy miért viselkedik úgy, és rossz állapotban, nem tudjuk, miért vagyunk rossz állapotban, és ha ezzel a tudással nem rendelkezünk, akkor nem leszünk képesek abban a közösségben együttműködni, illetve nem fog fent maradni, mert szét fog hullani. Ezt mi már megtapasztaltuk, tehát ez számunkra nem egy hit kérdése, hanem meggyőződésünk, hogy ez így van. Tudjuk, hogy ez így van. Úgyhogy aki szeretne egy ilyen csodálatos közösség tagja lenni, feltétlen álljon neki tanulni. Mi nagy szeretettel várjuk itt a PPH-nál, ahol ehhez minden tudást megkap. Azt a lehetőséget is megkapja, hogy beépíthesse ezt a tudást az életébe, és legyen egy közössége itt a PPH-n belül, egy olyan szeretet alapú közössége, amely aranykori módon lesz képes élni, és ezáltal együtt juthatunk be majd az aranykorba, és utána pedig egy magasabb létformába. Vegyetek részt ebben, mert ahogy hallottátok Szedlacsik Miklóst is, nincs más jövője a földünknek és a létünknek sem. Mm-hmm.